Az Árpád szakképzőiskola udvarán táncos produkcióval hangolódtak a diákok az Árpád nap keretében meghirdetett futásra. A műsor után természetesen a közös bemelegítés sem maradhatott el. Rendőri kísérettel rajtoltak el a futók a célállomás felé, az Adonyi úton a Király Soronát egészen a belvárosig. A távot az intézmény igazgatója és a kezdeményezés egyik megálmodója is teljesítette. Egy figyelemfelhívó olyan dolog, hogy a diákok nagyon-nagyon sokan vannak, akik nagyon sok mindent meg tudnak tenni, ha akarnak. És itt bebizonyították, hogy nagyon akarnak, mert úgy kellett visszafogni őket a futásnál, de igazán fantasztikus élmény volt együtt futni Fehérvár belvárosában velük együtt. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András az iskola tagintézményében a Szent István szakképzőiskola udvarán várta, hogy célba érjenek a nem mindennapi kezdeményezés résztvevői. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom önmagában minden jó, ami a mozgásról, ami a sportról szól, és valljuk be őszintén, hogy néha nehezen veszi rá magát idősebb és fiatalabb egyaránt, hogy nekiálljon mondjuk futni, de aztán ilyenkor is kiderül, hogy milyen jó dolog az, amikor mondjuk például több száz fiatal fut végig a városon. A hagyományteremtő szándékkal indított fut a suli program keretében mintegy 225-en tanárok és diákok közösen teljesítették a várost átszelő 5 kilométeres távot.